Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, aki meglepődik azon, hogy Overwatchot lát a csatornámon, úristen! Akkor az ugorj el kérlek a csatornámra, és nézze meg az előző Overwatch videót, hogy miért történik ez. Nem kell pánikba esni a Warframe-eseknek se, nem fogom abbahagyni a Warframe-et az Overwatch miatt, habár elég elgondolkodhatom, na jó, nem. De most attól lényegesebb bejelentést szeretnék tenni. Aki esetleg nem jutott el az előző videónak a végére, akkor most onnan folytatom, hogy a TNA hivatalon is létezik most az Overwatch-ban is, szóval a Necro Army eljutott odáig, hogy Battle.net, és most már ott is létezik, be lehet jelölni engem Battle.net-en, vissza foglak jelölni, de kérlek, korlátozódjunk arra, és csak azokra, akiknek megvan az Overwatch, vagy meg lesz a közeljövőben, és ja, lehet együtt játszani, akik bejelölnek, meg fogják tudni a TS-t, akik kérik, és fel lehet együtt fogunk valószínűleg játszani, hogyha szeretnétek, úgyhogy a The Necro Army most már Overwatch-on is ott van, ugye most elég sok helyen ott vagyunk, Steam-en, Battle.logon, Warframe-ben, Xbox-ban és PS-en is, szóval terjed a mi kis közösségünk, nem picurok vagyunk, nem ma kezdtük a partit, úgyhogy is egy újabb játékkal bővültünk akkor, vagy egy újabb platformra, hogyha Battle.net-re gondolunk, kibővültünk, úgyhogy a Necro Army gyakorlatilag most már úgyis itt van, szóval ha szeretnétek együtt overwatchozni velem, akkor nyugodtan jelöljetek be, és részemről mehet a parti. Na most, a terveket illetően Overwatch-ról sokan tudjátok, aki nem tudja, akkor íme itt van. Én jelenleg egy európai körútféleségen vagyok, körbejárom Európát Necronével, jól érezzük magunkat, nyaraljuk. Nem tudjuk, hogy meddig fog tartani ez az utazás összeg, addig, ameddig így kedvünk van, vagy épp megállunk valahol dolgozni, és a többi, vagy csak egyszerűen végigutazzuk az egészet, még nem tudjuk, hogy hogy alakul, ezért a videók is olyan mértékben fognak és úgy fognak jönni, de nagyon remélem, hogy ahol lesz internetem egy kis lehetőségem vagy kedvem ugye játszani, akkor nagyon szívesen rakok fel videókat. Nos, remélhetőleg ettől függetlenül fogtok együtt jönni velem a csatornámmal, és élvezitek azt, hogy fel fogok oda ütni. Lesznek még itt azért meglepetések, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy, ja. Nos, a terveket illetően szeretnék ugye overwatchozni, és sokan kérdezhetitek, hogy jó, de most oké, hogy overwatch, de mi lesz a... ugye úgy jó játék ez, hogy érdemes pénzt belefektetni, és elmondtam az előző videóban, hogy tényleg objektívan állok már hozzá a shooterekhez, néha szkeptikusan is, és az Overwatch-ban első látásra, a másodikra is, meg ugye a tizedik meccs utánra is, azt mondtam, hogy van kedvem még belejátszani, mert például amikor az új kodokat megvettem, a tizedik meccs után azt mondtam, hogy ez felejtős lesz egy fél év után, mert dögunalom, azt kell mondjam, de az Overwatch-on lesz kedvem játszani. Valószínűleg, szóval ez egy olyan játék, ami igen, elég úgy néz ki, hogy megéri a pénzedet, ha olcsóbb lesz, végképp megéri a pénzedet, ezt mondtam a másik videóban is, úgyhogy érdemes adni neki egy esélyt, mert ritka jó sikerült darab a mai silány minőségekhez képest. Nos, ja, a sorozatnak a lényeg, amit az Overwatch-val szeretnék elindítani, semmi nagyon bonyodalom, valószínűleg onnan közelítem meg a dolgokat, hogy hogyan alkalmazkodjunk egy shooterhez, hogyha kezdők vagyunk, mert ugye felmerül azért néhány kérdés, amikor shooterekkel játszunk, vajon melyikkel lehet a jó fegyver, vajon mit csinálják a pálya, vajon milyen karaktert választak, hogyha egy Overwatch kategóriájú játékról van szó, és mindezekre fogunk keresni választ, és hogy hogyan alkalmazkodunk, és amikor már ugye természetesen megtanuljuk ezeket a dolgokat, hogy hogyan alkalmazkodjunk, akkor még egy magasabb szintre emeljük ezt, hogy hogyan legyünk jók is. Ugye az már egy másik tészt, hogy az ember ugye alkalmazkodik az adott játékhoz, de hogy hogyan legyen jó, az egy másik tészt. Ez életem második játék, amit itt láthattok. Az első hihetetlenül jó sikerült, azt kell mondjam. A másodikban Kenji, azt hiszem, az a hihetetlenül meggyűjtve a bolyam, de utálom.
Na, de attól függetlenül jónak értékeltem, mert voltak benne jó pillanatok, és amint tudjátok, én, hát, aki tudja, úgy szoktam fölrakni játékokat, hogy egy nap fölmegyek, és amit játszom, az fölkerül. Nem szoktam leválogatni a legjobb játékokat, mint a legtöbb youtuber csinálja, hanem ami belemegy élesben, bízok magamban annyira, hogy kihozok jó eredményeket. Egy sorozat játék után, mondjuk leülök, játszok 2 órát, ami esik, úgy puffan. Akkor szoktam megválogatni a videókat, hogyha kifejezetten van egy mondandóm egy adott játék stílusról, és akkor sikerül megcsinálni, akkor kifejezetten azt a videót látjátok, de arra szoktam is figyelmeztetni, hogy most ez a játék is erről szól. Na, úgyhogy ima a másik játék, annyira nem sikerül, mint az első, az előző videóban volt, de hihetetlenül élveztem. Attól függetlenül, és ez egy nagy dolog azért egy shooterben, hogyha nem te jössz ki top elsőnek, akkor mégis élvezed a játékot, és az Overwatch ebben jó. Egyrészt azt vettem észre, tehát hogyha különböző karaktereket választasz, akkor, és hogyha jól játszol velük, itt nem feltétlenül a killerről van a lényeg, de hogyha jól játszol azzal a karakterrel, nagyon-nagyon jutalmazó tud lenni, és az Overwatch ebben hihetetlenül jó. Később beszélgetünk erről a jutalmazási rendszerről, a játéknak a különböző a aspektuséről, hogy hogyan tartja meg benned a motivációt arra, hogy játsszál tovább, és hogy ne add fel a játékot. Nagyon trükkös dolgokat vettem észre így laza 10 játék alatt. Remélem, hogy tetszeni fog ez a próbálkozás. Még egyszer mondom, ne felejtsétek el, hogy egy európai nyaraló körúton vagyok, szóval a dolgok azok úgy fognak jönni, ahogy jönni tudnak, és nem feltétlenül nagy rendszerességben, ezért ajánlom magamat szeretettel, hogy néha járjatok vissza a csatornán, és nézzétek meg, hogy mi újság van. És ja, nagyjából ennyi. Tippek, trükkök jöhetnek, Facebookomra jöhetnek üzenetek, miről szeretnétek kifejezetten. Tehát tényleg ott a Facebook, használjátok is, srácok, tegyétek fel a kérdéseket, miről szeretnétek látni videót, mert idővel azokat is, aki már kért tőlem, azt tudja, hogy idővel szépen fogok és csinálok róluk videót, tehát azonnal nem mindig tudok mindenről, vagy előtte meg szeretném csinálni az én mondani valómat, és akkor jöhetnek a válaszok a ti kérdésetekre, vagy videók. És aki már kért tőlem, azt tudja, hogy szoktam csinálni videót, mert nagyon jó ötleteket szoktatok adni, és ez nekem nagyon kell, vagy nagyon számít, hogy ti mit gondoltok, milyen kérdések vannak a fejetekben. Szóval ez lesz a kicsit az új sorozatnak a lényege. Battlefieldesek, ne izguljatok, lesz Battlefield, Call of Duty sok, csak akkor lesz Call of Duty, hogyha COD 4 Remaster Edition ki fogja adni külön az Activision. Hát nagyon nem tudom, ez az új Call of Duty nem annyira, de fogok erről is beszélni majd egy másik videóban, hogy állunk a mostani kodhoz. De ha a COD 4 Remastered külön meg fog jelenni, az nálam nyerő ügy lesz, van tömi valószínű. Battlefield 1 lesz, ezt tömi össze megígérhetem, csak természetesen valószínűleg azután, hogy normalizálódnak a helyzetek az európai utazásból, meg nagyjából addigra talán befejezzük, vagy nem tudom, hogy tényleg nem tudom, hogy hogyan alakul, mert így nincs terve erre adódóan, hogy hogyan és mikor fejeződik be az európai utazás, mert egyet gondolunk, megállunk valahol, dolgozunk, összegyűjtjük a pénzt, azt megyünk tovább. És szóval, amint így normalizálódik a terv, Battlefield 1 lesz mindenképpen, az azért kell egy PC is, és most laptopra vagyok limitálva, és szeretném azt minőségileg csinálni. Overwatch fantasztikusan, jó fut laptopon, no para. És remélem, hogy élvezitek, és remélem, ez egy olyan játék lesz, hogy akár a kódosok is megtalálják magukat ebben a helyzetben. Nos, én köszönöm a figyelmet, és hát várom kérdések, vélemények, hogy álltok az Overwatchhoz, és a többi beszélgetünk erről, de én szeretnék erről videózni. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, sziasztok!